A mai nap egy remek kis koszorút fogunk készíteni, ami harsanó, zöld, friss levélkék borítják majd, és színes virágokat is fogunk beletűzdelni. Pompás kis kiegészítő, akár játékhoz, akár tánchoz, bármihez, amihez szívesen viselitek. A természetből fogjuk venni hozzá az alapanyagokat, méghozzá fűzágat, leginkább a szomorú fűzről tudtok majd hozzá hosszú ágakat szerezni. Méghozzá olyat, amin érdemes olyat szerezni, amin szép, friss levelek vannak. Lehet hosszabbat, egy nagyon hosszút, vagy több kisebb ágat is levágni a fáról. Megmutatom mind a két esetben, hogy hogyan lesz ebből majd szép koszorú. És hogyha úgyis réte közelében jártok, vagy a kertetekben van sok színes vadvirág, akkor abból is bátran egyet, kettőt szedjetek le, és díszítsétek vele a koszorútokat. Kettő eszközre lesz szükség, ezt érdemes előkészíteni, viszont a használatához mindenképp a szüleitek segítségét kérjétek. Itt az asztalon van nálam egy metszőolló, ezt szerintem mindenképp felnőtt használja, és van egy kis szúró ár, amivel majd meg fogom lazítgatni a koszorúnak a vesszőit, hogy bele tudjam ékelni közé, és be tudjam fűzni majd ezeket a virágokat. Hogyha megvan nektek a fűzfa ág, az enyém egy nagyon hosszú, nézzétek csak, ilyen nagyon hosszú, ebből elegendő egy. Nem is kell levágni ezeket az oldalágakat, hanem egy ilyen hosszú ág elegendő. Készítek belőle egy kapuformát, és utána összefogom a vastag végével. Megtartom a kezemmel, hogyha nem elég erős még a kezetek hozzá, érdemes a vastag végét ide bebújtatni idéglenesen, és akkor az úgy meg is tartja magát. A fejetekhez méritek, hogy elége, nagy-e, vagy éppen kicsi, és tudtok rajta szépen állítani. Az enyém egy kicsit nagy a fejemre, úgyhogy állítok rajta, és hogyha ezzel megvagyok, és beállítottam ezt a kört, ami pont illeszkedik a fejemre, akkor elrendezgetem ezeket a hosszú szálakat, és most figyeljetek, benyúlok a körbe, ebbe a gúzsba, megfogom az ágakat, amik túllógnak, és átbújtatom ezen a karikán. Szépen megtalálja a helyét, és odailleszkedik, forgatok rajta egyet, újra átnyúlok ezen a karikán, és átbújtatom ezt a hosszú végét. És ezzel folyamatosan megyek körbe. Látjátok, most megint itt a hosszú vége, átnyúlok, behúzom, és szépen járok körbe. Már szerintem csak egy húzásra lesz szükség, és szépen elbújtatom a végét. Meglett a mi kis gúskarikánk. Hogyha nektek úgy tetszik, hogy sok-sok levél van rajta, bátran hagyjátok az összeset ezen a kis koszorún. Ha kevesebbet szeretnétek, és azt szeretnétek, hogy a virágok érvényesüljenek rajta, akkor pedig egyet, kettőt, vagy tizet, húszat szedjetek le róla. A végén ezt a vastag véget, amit bebújtattunk, azt a szüleiteket kérjétek meg, és egy vágással vágjátok le. Hogyha nektek vékony és kisebb ágak állnak a rendelkezésetekre, akkor kétféleképpen készíthetitek. Az a legegyszerűbb, ha ugyanúgy összefogjátok a kettőt, szintén kapuforma, ez egy kisebb kislány fejére lesz jó ez a koszorú, átnyúltok és szépen áthúzzátok. Azért is készítem most el, mert ezen kevesebb a levél, és megmutatom, ezen jobban fog látszódni, hogy hogyan fogom a virágokat belehelyezni ebbe a koszorúba. Megint belenyúlok, és szépen áthúzom. Itt ezt a két vastag végét bebújtatom, és már csak ezt a vékony részt kell szépen eligazítanom. Ha nagyon-nagyon sok, akkor le is vághatunk belőle. Én ezt most itt levágom, hogy ezek a zöld levelek ne is zavarjanak minket.
Egy picit megritkítom. És akkor jobban látszik majd, ahogy a virágokat közé teszem. Egy kevés levelet mindenképp hagyok rajta, hogy szépen díszítse, és akkor jöhetnek is a virágok. Picit eltolom magamtól a levágott leveleket, és egy kislány fejére már meg is lesz a koszorú. Hoztam gyönyörű mezei virágokat, egy isteni illatos, apró sárga virágú kis növényt, van itt magyar szegfű és szamárkóró is. Ezeket viszonylag sok helyen megtaláljátok. A szárát hagyjátok meg hosszan, amíg el nem bújtatjuk itt a koszorúba, és amikor már elbújtatjuk, akkor szépen le is tudjátok vágni. Ezek a szálak, ezek az ágacskák viszonylag szorosan illeszkednek egymáshoz, hogyha az ujjatokkal itt nem tudjátok ennyire megnyitni, ahogy most itt látszódik, akkor ezzel a szúró szerszámmal egy picit meg tudjátok a szálakat emelni, kicsit megnyitni, és már is be tudjuk fűzni. Nézzétek, csak bedugom a szárát, elhelyezem, és utána egy másik helyen megnyitom, és tovább fűzöm. Érdemes 2-3 lépést menni a szárával, és utána a metszőollóval ezt a szárvéget levágni. Még egy ilyen szamárkórót beleteszek, ugyanúgy megnyitom, behúzom, és 1-2 lépést még bújtatok rajta, és akkor biztos, hogy nem fog kibomlani, nem fog kipotyogni belőle a virág. Olyat készítetek, amilyen a ti ízléseteknek teljesen megfelel. Teszek bele ebből a magyar szegfűből is 1-2, ezen gyönyörű szép virágok vannak, nézzétek csak, bebújtatom ide. A szárát szépen elhúzom erre, és még egy lépést lépek vele. Magyar szegfű is benne van ebben a gyönyörű koszorúban. Megmutatom még, hogy ezt a sárgát hogyan tudjátok beletenni, de ha nektek pont ilyen nincsen a közeletekben, bármilyen virág jó hozzá. Érdemes lehúzni így a kis levelét, és már is jöhet a koszorúba. Érdemes ezt egy picit tovább húzni, akkor összefogja ezeket az aprócska virágokat, és már is lépünk vele tovább 1-et. Itt ez most kibújt, érdemes figyelni, mert túlzottan nagy volt a lyuk, úgyhogy én ezt most mutatok még egy trükköt, oda-vissza, tehát önmagába bújtatom bele, és teljesen jól meg fogja fogni. Jó, egy magyar szegfű még, és szerintem kész is leszünk. Ide rögtön mellé. Egy lépés. És hogyha ez az egy lépés is megfogja, akkor az teljesen jó. Én itt még lépek még egyet. Arra vigyázzatok, hogy ne törjön meg a szára, mert akkor egy picit nehezebb vele dolgozni. De ha meggyökken, megtörik, akkor sincsen semmi gond. Itt most már egy nagyon szép virágsor alakult ki. Ezt rátok bízom, hogy mennyi virágot, hogy hány virág az, amit rátesztek. Lehet csak rózsaszín, csak sárgát, csak fehéret, de szerintem amit találtok vegyesen, az lesz a leges, legszebb. Ha szeretnétek, az egészet körbe rakhatjátok virággal. Ha nektek így natúrabban jobban tetszik, akkor legyen ilyen. Viseljétek tánc közben, játék közben, és nagyon jó alkotást kívánok, használjátok ki a természet szépségeit. Jó munkát kívánok nektek!